Na, sziasztok srácok, én David Varad vagyok, és ebben a mai videóban megmutatom, hogy hogyan csináljunk föld alatti, vagy víz alatti titkos bázist. Na, kezdjünk is bele. Először, amit tudni kell, azok az alapanyagok, amikhez kell kor. Redstone. Tugatjú, és hogyha meg még igen, és tábla az mindenképp kell, meg fákja. Tábla azért jó, mert ilyenkor így nem tud befolyni a víz. Ez a Minecraft logikája szerint így van. Jó, szuper. De lerakunk egy szépen egy létrát. Akkor a fákját meg mondjuk leteszem ide. Nos, srácok! Először mindenképp fontos, hogy ássatok ilyen nagyon nagy izéket. Ezeket a... Csak akkor nem jó, srácok, hogy homok van itt. Ha homok van, akkor azt el kell takarni valamilyen blokkal, valamilyen, bármilyennal. Mondjuk én most fel blokkal takarom el. Azok, ez így nem lesz jó. Majd szerintem, hát... Jó, ideig leszek. Na, srácok, ezután szerintem én valami jobbat választok ennél amúgy terméketlen fajt. Hát, ha magad nem kell, mert a süllyed. Na, srácok, is így rejtsétek el a tugattyúitokat. Hát, bocsánat. Hoppá, terméketlen földdel akartam. Én nagyjából nekem csak egy tugattyú kell. És most derült ki, hogy rossz helyre raktam a tugattyúkat. Vagyis a tugattyú, bocsánat. Jó. Szia, Lazac! Na, itt a kerekje, kérlek a nézők előtt. Már megbocsásd, de ha legalább itt a kereksz nálunk, akkor köszönjetek be. Sziasztok! Ez valami családi szokás, hogy belefúrjátok a fejeteket a falba. Na mindegy, nem foglalkozom bele. További jó életet mindegy jontoknak.
Húzással könnyebb. Közben azért megpróbálom úgy csinálni, hogy legyen valamennyire feltűnő. Gyerünk. És akkor miért nem vált be a tábla? Majd még szivacs is kell. Az ilyen eldugott hely. Szuper. Nos, és akkor a stone, ezzel a... És akkor ezzel a sticky pistonnal összeköztjük a redstone-t, és ide meg beteszünk egy kort. Szép srácok, ezt most nem gondoltam át. Hoppa, bocsánat. Nem értem, hogy ezt miért. Amúgy, srácok, én ezzel a pisztonos ügyjel. És ugye behúztam a kart. És most kezdhetem előről. Hát gondolhattam volna ezt az egészet. Jó, srácok, behúztam a kart, és amint látjátok, itt behúztad a bázis ajtaját. És ilyenkor már csak rá kell húzni a földet. És nézzétek, srácok, nyitva van. Bizárva van, nyitva. Ilyen egyszerű. A pisztonos ügye, meg vagyunk, hogy már csak ezt is el kell valamilyen szinten dugni. Mondjuk így, egy tökéletes. Na, minden jó. Jó. És akkor menjünk most be berendezkedni. Nem annyira feltűnő. Hogy ne legyen tényleg feltűnő, azért itt körbe rakosgatom. Ja, így a körülöttem lévő tárgyak lesznek így ilyen feltűnők. Hát jó, így már kicsit sem feltűnő. Teljes 9 percen megy az idő. Szerintem ezt két részesen fogom csinálni. Az egyikbe csak építeni fogok, már a másikba pedig dizájnolni. Jó, srácok, én nem akarok ilyen fájkiákat egyfolytában lerakoskatni. Ezért inkább iszok egy ilyen látást. Szuper. Hoppa. Jó.
Legalább ennyire mélyre ástok be. Csontikat hallok már megint. Szerintem itt van egy közeli bánya. Itt van vas. Jó, szerintem ennyire mélyre elég. Srácok, pont bele tudtam itt vágni, szuper. Amúgy srácok, minden videóban elmondtam azt, hogy várom a jó kommenteket, de egy komment se jön. Nyugodtan írhattok rossz kommenteket, jó kommenteket, nyugi, én nem harapok. Kérdezhetitek, hogy hány éves vagyok, én vissza fogok nektek válaszolni. Ígérem. Hogyha nincs rá időm, akkor majd egyszer kiválasztok egy időpontot, ahol a kommenteimet fogom átnézegetni. Hát nem videózáskor természetesen, és akkor utána meg fogom csinálni. És akkor mindegyikre fogok pár mondatot rátenni. Ezt gyorsan ki akarom ezt az egészet ásni. Hát jó. Szerintem most az építés majd félbe kell hagynom. Írjatok jó kommentet, rossz kommentet, most visszatérünk a kommentelésre. Komolyan mondom, szerintem a második részben rá fogok jönni, hogy honnan jönnek ezek a mobzajok. És a világon az egyik legutáltabb blokk a Minecraftban, shooter. Közben már elfáradt az ujjam a sok kattingatástól. Mindjárt kész. Percek kérdése. Én ilyen szép nagy teret akarok magamnak itt kiásni. Jó, srácok, ebben a részben szerintem ezt nem fogom megépíteni. Jó, tudjátok mit? Megépíteni. Na, hogy nagyon szép teret kiástam magamnak itt. Na, ha zsátok, még megcsinálok egy sort, aztán szerintem mai videót abbahagyom. Talán még lesznek videóim. Erről. Holnap ellátogatunk a Balcsira.
És akkor majd megosztom veletek a dolgokat. Jó, srácok! Megvan a második sor is. Ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, és iratkozzatok fel. És várom a jókó benneteket.